tulajdonképpen a populáció minden rétegét érinti, és ez pedig a fejfájásnak a témája. Úgyhogy erről szeretnék beszélni most, hogy a tanszékünkön krónikus fejfájással foglalkozunk, és hogy a mindfulnessnek az alkalmazásáról milyen tapasztalataik vannak a krónikus fejfájásnak a csökkentésében. Ugye láthatjuk, hogy nagyon gyakori egészségügyi probléma, és házi orvosi ellátásban, neurológiai szakrendeléseken akár 30%-ot is elérhet a gyakorisága, és a kiváltó okok között a fokozott stressz, túlterheltség, kimerültség mind-mind megjelenhet. Itt láthatók a fejfájásnak a típusai, amelyek szerint hát megkülönböztetjük a különböző fejfájásokat. Én nagyon sok embert érint a lakosság 4-5%-át, de a neurológiai rendeléseken kb. 30%, és az előbbi videón lehetett látni a különböző fejfájás típusokat, amelyek közül a leggyakoribb a tenziós fejfájás, amely a népességnek kb. 80%-át érinti. És hát megdöbbentő adat, hogy a második leggyakoribb betegség Magyarországon, ez egy 2010-es felmérés szerint 3 millió főt is érint, és hát emiatt a társadalmi gazdasági kihatása is jelentős, gondoljuk csak a gyógyszerfogyasztásra, illetve hát a táppénzes napok számára, és hát meglepően korán, 20-30 éves korban kezdődik, de a 30-40-es életévekben a legmagasabb az előfordulása. A migrén, ugye szintén jól ismert, itt láthatók a tipikus tünetei, csak egy picit így bemelegítésképpen, hogy tényleg miről is beszélünk, és nem arról, hogy valakinek időnként fáj a feje, hanem arról, amikor 20-30 éve fáj a feje, abban jár a fejfájás ambulanciára, és szedi a gyógyszert, sajnos ezzel együtt újra és újra migrénes rohamok gyötrik. Ez Magyarországon kb. 1 millió főt érint, és a pácienseknek a fele nem fordul orvoshoz, noha kezelésre szorulna, és hát ennek is óriási a gazdasági kihatása, talán még nagyobb, mint a tenziós fejfájásnak, mert emiatt az emberek valóban migrénesek otthon maradnak, nem mennek be dolgozni, vagy ha mégis bemennek, akkor nyilván jóval kevésbé tudnak a munkájukra figyelni, tehát itt ezek az óriási számok, ezek mutatják azt, hogy milyen komoly hatása van. És végül az úgynevezett cluster fejfájás, aminek kevés adatunk van az epidemiológiájáról, kb. 10-20 ezer betegről tudnak a nyilvántartások, és hát a fejfájás ambulanciákon kb. 5% vagy 5% feletti a gyakorisága. Ez az a fejfájás típus, ami férfiaknál 4-6-szor gyakoribb, és hát ami szintén nagyon érdekes, hogy egy nagy részén nem lehet tudni, hogy miért alakul ki. Van, amikor alkoholfogyasztás, vagy gyógyszer, túlzott gyógyszerfogyasztás, gyógyszerabúzus következtében azonban nem lehet sokszor tudni az okát. Miért is kerül ez tulajdonképpen a fájdalom, így gyógyszeresen sokszor csillapítható, de hogy a krónikus fájdalom az miért nem csillapítható, vagy csillapítható, de nem mulasztható el teljes mértékben gyógyszerekkel? Hát azért, mert kialakul egy fájdalomviselkedés, amely operáns kondicionálással stabilizálódik, azaz, az illető, hogyha otthon marad, vagy mentesül a feladatoktól, különböző feladatoktól, akkor ezáltal ez a könnyebbség megerősíti a fájdalomviselkedést, illetve krónikus fájdalom szindrómánál olyan maladaptív megküzdési módokat tapasztalhatunk, mint az elkerülő magatartás, amiről pont az előbb beszéltem, a kontrollvesztés érzése, vagy a fájdalomnak a katasztrofizálása. És ezek ördögi körként fenntartják a krónikus fájdalom negatív hatását. Tehát minél inkább úgy gondolja valaki, hogy elviselhetetlen a fájdalom, annál jobban fókuszál a fájdalomra, és az pedig felerősödik. Miért is erősödik fel? Hiszen tulajdonképpen hozzá lehetne szokni, úgyhogy ha az ember egy nehéz helyzettel szembesül, akkor ahhoz hozzá tud szokni, és csökken annak a félelmetes jellege. Ezzel szemben a fájdalomnál valami, a fájdalom élménynél éppen egy ellentétes jellegű folyamat megy végbe, amit centrális szenzitizációnak nevezünk,
azaz az idegrendszer, a fájdalom iránti érzékenysége az fokozódik, tehát már kisebb fájdalom ingerre is, nagyon, már kisebb fájdalom ingert is ugyanolyan erősségnek detektál, mint korábban. Hosszabb távon tartós betegszerep, munkaképtelenség alakulhat ki, és hát depresszió, illetve egészségszorongás is társul hozzá. Nem ritkán a fejfájós betegek úgy gondolják, hogy lehet, hogy agydaganatuk van. Csomó testi hatása van a fájdalomnak, ahogy mondtam, a centrális szenzitizáció, tehát mozgáskorlátozottság, vigyáznak az emberek, hogy ne mozogjanak, ne mozduljanak, alvási problémák alakulhatnak, egy gyógyszerfüggőség, és hát nyilván a munkaképesség csökkenése, hiszen az érzelmek megértésének és kifejezésének nehézségei azok vulnerábilisá tehetik tulajdonképpen a személyeket a krónikus fájdalomra. Miről is van szó a fájdalomszindrómáknál? Nagyon gyakori azért az, hogy nehezen tudják kifejezni az emberek az érzelmeiket, ez az úgynevezett alexitímia jelensége, és nézzük csak meg, hogy milyen gyakori szólásmondások vannak, amelyeket így használnak a fájdalomszindrómás betegek, talán jobban, mint a nem fájdalomszindrómás betegek. De fáj az élet, ne szólj szám, nem fáj fejem, mennyibe fájt ez neked, fáj rá a fuga, mit fáj az neked, miközben tulajdonképpen mire gondolnak, hogy fáj az élet, valami olyasmit akarnának közölni, hogy magányos vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy valamilyen negatív érzelmi állapotot. Ne szólj szám, nem fáj fejem, ez is a fájdalommal fejez ki egy másik élményt, például, hogy esetleg megbánta, hogy kimondta a véleményét az illető, és ezáltal valamilyen konfliktusba keveredett. Vagy mennyibe fájt ez neked, ez vonatkozik arra, hogy megbánta azt a dolgot, lehet, hogy kár volt ezt megtennie. Fáj rá a fuga, nagyon gyakran azt fejezik ki, hogy valamit szeretne az illető, irigykedik, szeretné, hogyha lenne, de nem így fejezi ki, hanem fájdalomként fogalmazza meg. Vagy végül a mit fáj az neked, ugye annak a jelentése az, hogy mit zavar az téged, mi a problémád vele. Miért is érdemes a nyelvi kifejezésre odafigyelni, és arra, hogy az érzelem kifejezés az nehezített lehet, mert a krónikus fájdalomnak a lelki hatása ezzel nagyon szorosan összefüggnek. Például az érzelmi hatása, következményesen depresszió, tehetetlenséget, reménytelenséget, és nem ritkán haragot, dühöt, frusztrációt élnek át a krónikus fájdalommal vagy fejfájással küzdő személyek. És hát természetesen a viselkedésükre is kihatással van, hiszen elkezdik figyelni magukat, akár fejfájásról, akár más jellegű krónikus fájdalomról van szó, figyelik, hogy a mozgás az fáj, vagy nem, kialakul az elkerülő viselkedés, bizonyos tevékenységet nem végeznek, betegszerep kialakul, a család elkezdi tehermentesíteni őket, vagy ők maguk ugye, hogy hiányoznak a munkából, vagy bizonyos feladatokat otthon már nem tudnak elvégezni. És hát a fájdalom, mint egy nagyon averzív élmény, természetesen ennek a hatására hát a társas kapcsolatok is beszűkülnek, és abba hagyják az örömet jelző tevékenységeket. Nem gyakran, maladaptív módon a fájdalmat ugye fokozott gyógyszer és fokozott alkoholfogyasztással próbálják csillapítani az emberek. Tehát az érzelmi és viselkedéses hatások mellett és jellemzők mellett megfigyelhetjük a katasztrofizálás és a különböző kognitív torzításokat. Az előbb már beszéltünk arról, hogy hajlamosak a fájdalomszimptomás személyek fölnagyítani a fájdalom élményét, tehát katasztrofizálni, hogy ezt nem lehet kibírni például. Jellemző rájuk a minden vagy semmi típusú gondolkozás, hogy ennek itt semmi értelme, ha beteg vagyok, akkor értéktelen vagyok, senkinek nem tudok hasznos lenni, vagy ezek az elvárások, önmagukkal szemben kell állítások, hogy jobban kellene lennem, nem lenne szabad türelmetlenkedni, vagy az érzelmi logika, hogy attól félnek, hogy visszaesnek. Itt egy gyűjtemény látható arról, hogy mik a nagyon jellemző ártalmas gondolatok, amelyek fokozzák a fájdalom élményét a személyeknek, és hogy melyek lehetnek olyan gondolatok, amelyek viszont segítik
abban, hogy valahogy megküzdjön a fájdalommal, és hogyha nem is tudja teljes mértékben a fájdalmat megszüntetni, de legalább csökkenteni. Ahogy a magyar nyelv is mondja, hogy nálunk azt mondjuk, a magyar nyelv azt mondja, hogy fájdalomcsillapítót vesz be a személy, szemben az angolal, amelyik painkillert, tehát hogy megöli a fájdalmat. A magyar nyelv sokkal reálisabb, hogy csillapítani tudjuk a fájdalmat, és valóban a kezelésében egy fontos alapelv, hogy a személlyel arról beszéljünk, hogy valószínűleg teljesen elmulasztani nem tudjuk, de lehet csillapítani a fájdalmát. Mit mutatnak a különböző irányelvek és a szakirodalom a fejfájásoknak a kezelésében? Jó lehet látni, hogy itt kiegészítő módszerekről beszélünk, tehát a gyógyszeres kezelés nagyon is fontos. Azonban emellett segíthet a kognitív viselkedés terápia, és hát a tudatos jelenlét alapú intervenciókat, az MBCT-t és az MBSR-t javasolják, illetve a biofeedback technikákat. Ugye a kognitív technikák azok abban segítenek, hogy feltárjuk a katasztrofizálást, a negatív hozzáállást a fájdalomélményhez, feltárjuk a kognitív torzításokat, és segítsünk a személynek, abnak a megértésében, hogy a katasztrofizálás az hogyan vezet tulajdonképpen egy nagyobb fokú belső feszültséghez, önmonitorozáshoz és a fájdalomélmény fenntartásához, illetve abban tudjuk segíteni ez a kognitív ástruktúrálással, hogy ezeket a katasztrofizálásokat, vagy minden, vagy semmi hozzáállást csökkentsük, miszerint azért van kontrollja a fájdalom csillapítása felőtt, fel lehet ismerni például, hogy mik a kiváltó tényezők, milyen helyzetek azok, amikor jobban fáj a fej, azok kevésbé, és hogy noha elviselhetetlennek tűnik azért, hát együtt élnek tulajdonképpen a fájdalommal, tehát viselik a fájdalom élményét. A mindfulnessről mit tudunk, és a tudatos jelentapú kognitív terápiáról, hogy ez hogyan tud segíteni a krónikus fejfájással küzdő személyeknek. Hát a szakirodalom szerint bizonyítottan hatékony az életminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentésében, tehát az életminőség javításában. A szakirodalom szerint csökken a fájdalom intenzitása, a fájdalom katasztrofizáció is csökken, és a szubjektív fogyatékossági érzés, és a mindfulness hatására képes csökkenni a depresszió, amelynek hosszú távú hatása is van, akár a csoport után 6 hónappal is, illetve aki a mindfulness gyakorolja, ahogy szó volt erről korábban, tehát hogyha kitart a gyakorlásban, akkor ez az érzelmi állapot, a depresszió oldódása is tartós lehet. És hát éppen azáltal, mert tud valamit tenni, ezáltal nő az én hatékonyság érzése is. De egyetlen egy vizsgálatot szeretnék részletesebben bemutatni, hogy ez 2016-os vizsgálat, ez a stresszcsökkentő tréningnek az eredményét mutatja be. Azt lehet látni, hogy összességében a mindfulness csoportban a kontrollhoz képest a fájdalomintenzitás érzésében és az életminőségben szignifikáns javulás volt. Tehát szignifikánsan csökkent a testi fájdalom, az egészségi állapot, tehát a fizikai változóban szignifikáns változás, azaz javulás történt, és az egészségi állapot, konkrétan a fejfájás, az mennyire hát blokkolja így a mindennapi életet, és az egészségi állapot, tehát ebben is nagy fokú változás történt, tehát nagyon reménykeltőek a hatások. Mi lehet ennek a háttere? Hogy mi az elve tulajdonképpen a mindfulnessnek a fájdalommal való megküzdésben, talán a leginkább az, hogy nem megszabadulni, nem abban segít, hogy megszabaduljon a személy a fájdalomtól, hanem hogy megismerje, hogy mit üzen a test, és hogy megtanuljon együtt élni a fájdalommal, hiszen a fájdalmat csillapítani lehet, de teljesen nem mulasztani a krónikus fájdalomnál azért az arra kicsi az esély. Hogyan lehet befolyásolni a fájdalom élményét, ebben segít a mindfulness, hogy a maladaptív fájdalomviselkedést csökkenteni, figyelmen kívül hagyni és adaptív megküzdési módokkal helyettesíteni, például a jelenlétre, vagy a minden vagy semmi típusú megküzdés helyett arra, hogy hol is érzi ezt a fejében, vagy hol érzi a testében, szemben az, hogy az egész testében elviseltetlen fájdalmat érez mondjuk a személy.
Saját kutatásunknak az indoklását, tulajdonképpen az adja, azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert Magyarországon azért ez hiányzik még az ellátásból, és tipikusan gyógyszeresen kezelik neurológiai szakrendeléseken a krónikus fejfájást, viszont hát nem érhető el, vagy nem alig érhető el tulajdonképpen ezeknek a személyeknek, és még egyszer hangsúlyozom, olyan emberekről beszélünk, nagyon megrázó, tehát 20-30 éve fáj a fejük, és tehetetlennek érzik magukat a fejfájással való megküzdésben. Mennyire nem új ez a módszer, csak ahogy mi elkezdtük bevezetni, mutatja ez az ábra, hogy ez például az interneten könnyen elérhető, hogy a migrénnek a megelőzésében hogyan segíthet a mindfulness, és itt látható tulajdonképpen a folyamata, bocsánat, és hát ez volt tulajdonképpen a mi kutatásunknak és a mi csoportunknak is a célkitűzése, hogy segítsen megelőzni ezeket a migrénes, vagy krónikus, vagy fejfájás a küzdőknek a tenziós fejfájós rohamokat, és hogy legyen eszköz a kezükben arra, hogy hogyan tudnak ezzel megküzdeni. Három csoportunk zajlott le, három csoport történt idáig, három fejfájós csoportba toboroztunk személyeket, most áprilisban indul majd a negyedik ilyen csoportunk. Látható, hogy túlnyomó részt nők jelentkeztek, tehát 85%-ban, és főleg megdöbbentő felsőfokú végzettségűek voltak. Döntő többségben voltak a migrénesek, és a tenziós fejfájással, illetve a kevert fejfájás típussal jellemezhetők azok kisebb arányban jelentkeztek. A toborzás az részben a honlapunkon keresztül, de a házi orvosi rendelőkben, a neurológiai szakrendelőkben keresztül történt. A résztvevők egy 8 hetes mindfulness alapú kognitív terápiában vettek részt, amit a krónikus fájdalom kezelésére kialakított, módosított tematikával vezettünk, és hát itt lehet látni, hogy nagyon részletes fejfájásnaplót vezettek, és az eredményeket szeretném így bemutatni a hátralevő diákon. Tehát lehet látni a csillaggal jelölt részeknél, hogy na, a depressziót nem irányult a depresszióra a tudatos jelölt, az MBCT-nek az intervenciója, de szignifikánsan csökkent a részeknek a depressziója, és a tehetetlenség is a fájdalom katasztrofizáció kérdés. Adatai szerint a tehetetlenségük is csökkent szignifikánsan, illetve csökkent az, hogy katasztrofizálják, felnagyítsák a fájdalmat, és a rumináció is csökkent. Ami a megküzdést és az életminőséget és az érzelemkifejezést illeti, lehet látni, hogy ez a kognitív érzelemreguláció kérdőiben az adaptív stratégiák azok szignifikánsan szintén nőttek, és a fejfájással kapcsolatos életminőség is javult ezeknél a személyeknél. Tehát a fejfájás kevésbé rontotta az életminőségüket, azért látszik itt ez az oszlop, hogy itt ez kisebb értéket mutat. Ami a mindfulness kérdőívet jelenti és illeti, itt azt lehet látni, hogy a mindfulness készségek javultak, de ez a kérdőív, ez egy 5-faktoros kérdőív, tehát ezenből nagyon jól el lehet különíteni, hogy mi az, amiben speciálisan javultak ezek a személyek, és lehet látni, hogy a reaktivitásmentességben és az ítéletmentességben mutattak szignifikáns javulást a fejfájós csoportunknak a tagjai. Itt láthatók ezek az eredmények számszerűsítve is, tehát a felnagyítás, a rumináció, a szignifikánsan csökkent, az összpontszám is a fájdalomkatasztrofizációnál szignifikánsan javult, az adaptív stratégiák azok meg szignifikánsan nőttek, itt életmentesség és a reaktivitás mentesség, ez csak a Cohen-D miatt van, hogy pont fordítva látszik a pozitív és a negatív. És ami fontos, a gyógyszerszedés kérdése, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, a csoport
kezdete előtt átlagosan heti 3-4-szer vettek be fájdalomcsillapítót, nagyon erős fájdalomcsillapítókat használtak is, ennek gyakorisága heti egy alkalomra csökkent, tehát azért ez egy jelentős csökkenésnek tekinthető. És hát a nemzetközi eredményekkel összhangban azt mondhatjuk, hogy a mi csoportunkban is, tehát Magyarországon érdemes bevezetni, ugyanúgy, mint másút, hogy mindfulness hatására csökken a fejfájós betegnek a depressziója, fájdalomkatasztrofizáció, és ennek minden alfaktora, és a fejfájás általi korlátozottság is csökkent, tehát javult az életminőségük. Itt az utolsó dián, amit szeretnék mutatni, hogy a csoporttagok milyen visszajelzéseket küldtek a csoport vége után. Mert hogy után követjük őket, ezeknek az eredményeiről majd később fogunk tudni beszámolni. Ilyeneket mondtak, hogy máshogy kezelem a fejfájást, amikor jön, veszek egy nagy levegőt, és az, hogy másként másra figyelek, enyhíteni tudja a fájdalmat. Vagy azelőtt nagyon sokat voltam a múltban, mindig azon rágultam, hogy mi történt, milyen rossz dolgok voltak. Most viszont azon kaptam magam, hogy észreveszem, hogy mi van valójában körülöttem. Megfigyelem a gondolataimat, aztán hagyom őket eltűnni. Korábban előfordult, hogy elalvás előtt 2-3 órát forgolódtam, mióta ide járok, ez megszűnt. Este megcsinálom a testpásztázást, és annyira megnyugszom, hogy utána elalszom. Előfordult, hogy megfájdult a fejem, elindultam a gyógyszertár fájdalomcsillapítóért, de előtte beugrottam a boltba. Aztán hazamentem, és addigra annyira enyhült a fejfájásom, hogy elfelejtettem, hogy gyógyszerért indultam. És így az utolsó, régóta most volt az első olyan hét, hogy egy nap sem vettem be fájdalomcsillapítót. Úgyhogy ezzel szeretném zárni az előadásomat, hogy ha valakit érdekel, vagy pácienseket érdekli, akkor itt lehet jelentkezni az áprilisban induló fejfájós csoportunkra, és nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet.